A színpadon a Szélkerék együttes éppen úgy, mint 15 éve. Szabó László, Kovács Gábor és Elmoer József. Változik, fejlődik, vagy éppen elhal. Ennek az eredeti hármasnak is átalakult, ha úgy tetszik, lendületbe jött az élete. Újabb tagok, énekesek és zenészek egyaránt csatlakoztak a tevékenységhez. Kovács Géza, zenész, jelenleg a Süvölt Együttes tagja, az Állami Együttes muzsikusa. Őt követte két énekes, Szerescsényi Katalin és Jakab Éva. Anny Tibor zenész következett, aki jelenleg külföldön tartózkodik. A zenekarvezető tanítványaként kerül a csapatba, tekerőzni tanul. Juhász Józsa és Mohácsi Albert. Józsa ma is az együttes tagja, Mohácsi Albert a Méta együttesben zenél. Indult egy népzenei tanfolyam, mely után többen az együttes tagjai lettek. Így Lémon Tamás és Lipics László. Ugyanekkor került az együttesbe Erős Ákos is, aki sajnos már nem lehet köztünk ezen a szép jubileumon. Sírjánál ma délután tisztelettek a zenésztársak, tiszteletére ég a kerék közepén a fekete szalagos gyertya. Thank you.
Benkő László csatlakozott az együtteshez.